London felett volt a legvilágosabb az ég, legalábbis a helyszíni beszámolók szerint. A brit fővárosban több ezer rakétát lőttek fel, melyektől fényárban úszott a Temze környéke, a látványos só nagyjából 15 percig tartott. Berlin hatalmas utcabállal ünnepelt, a németek józenével, népszerű fellépőkkel és fergeteges hangulattal köszöntötték 2024-et, több helyszínen tűzijátékot is láthatott a közönség. Párizs az új évvárás idejére lezárta a központ forgalmas utcáit, az autók helyét becslések szerint másfél millió ünneplő vette át. A francia fővárosban és az ország más településein is fokozott rendőri jelenlétet rendeltek el. 90 ezer egyenruhás volt szolgálatban, közülük 6 ezeren Párizsban. A tűzijáték és a hozzá kapcsolódó vizuális elemek a 2024-es olimpia jegyeit viselték magukon. Enyhe időben az Akropolisznál ünnepeltek a görögök. A témban ezúttal is sokan szilvesztereztek a szabadban. Budapesten is sokan buliztak a közteleken. A főként fiatalokból álló társaságok állarcokkal, jelmezekkel, parókákkal tették bolondosabbá az estét. A legtöbben a marti téren jöttek össze, ahol a helyiek mellett sok külföldi is szórakozott. Az Egyesült Államokban ezúttal is New York volt a legőrültebb buli helyszíne, több százezren már órákkal a hivatalos program előtt letáboroztak a Times Square-en hogy minél jobb helyet foglaljanak maguknak. Az est fénypontja most is a híres New Yorki kristálygömb leengedése és a konfetti eső volt. A zenei programról Megan The Stallion háromszoros Grammy-díjas rapper, énekes dalszerző, valamint LL Cool J rapper gondoskodott. Persze az USA más városaiban sem volt elhanyagolható a látvány. A kanadai Torontóban is színpompás tűzijátékot láthatott a közönség, a braziliai Rio de Janeiroban pedig ezúttal is a tenger habjaiban várhatták az emberek az új év eljövetelét. És végül még néhány érdekesség a világból. Dél-Koreában nagyjából ezer drón összehangolt reptetésével egy sárkány formát festettek az égre. Kína fővárosában, Pekingben akrobata csoportok fellépését láthatta a közönség. Az indiai Mumbaiban hatalmas konfetti eső festette vörösre a teret. A moszkvai vörös téren pedig szállingózó hóesésben köszöntötték egymást az oroszok, míg Szentpéterváron a téren ünneplők Vladimir Putyin elnök szilveszteri üzenetét hallgathatták meg.